amikor Csaba megkért, hogy segítsek ebben ennek a könyvnek az összeállításában, akkor nagyon megörültem. A könyv nem egyszerű kronológiai elbeszélésben vagy pályaképben tárgyalja Bodonyi Csaba munkásságát, hanem probléma fejezetekben, tematikus fejezetekben. A kötet izgalmas és talán kevésbé ismert építészeti pályában nyújt bepillantást. Egy olyan szemléletbe, ami minden feladatot újabb izgalomnak és újabb végiggondolandó feladványnak tart, amiben nincsenek kész megoldások. Nagyméretű és látványos fotók, illetve az építészeti tervezők segítségével szinte minden egyes épületnél végig tudjuk szemlélni az építész tervezési gondolatát és a kész épületen is ellenőrizhetjük, megszemlélhetjük gondolatmenetét. Egyik legutolsó, legújabb munkája a Tokaji Fesztivál katlan, amely az arénához, stadionhoz illő nyers, de monumentális fogalmazást a hely léptékéhez, ehhez a bizonyos kőbánya udvarhoz alakítja Tokaj és Bodrogkeresztúr határán. Az, ami igazán megragadó, és ami egészében is hatást tesz az emberre, az a rendkívül tágas szemlélet, és az a rendkívüli higgadság a konstruktőri képességgel együtt, amelyet Bodonyi Csaba magáénak mondhat. A tágas szemlélet részben Plesz Antaltól, mesterétől ered, aki az építészet művelését, az építészet tanítását, az építészeti tervezés gyakorlását elsősorban emberi kvalitásnak és földrajzi történelmi körülmények megfejtésének nevezte. Az ő szemléletének az egyik kulcsmondata a hely megfejtése. A hely megfejtése azt jelenti, hogy az az építési hely, ahol az építési feladatot ők megkapják tervezőépítészként, meghatározó jelentőséggel bír az épületben. Tehát nem egy formai vagy esztétikai elvárásról, vagy szándékról, vagy külsődleges szempontról van szó, hanem annak a társadalmi, gazdasági, történelmi helyzetnek a továbbfejlesztéséről, amit ott talál az építész. Azon kívül tárgyaljuk Bodonyinak a mesteréhez fűződő viszonyát. Maga a mester-tanítvány viszony, a generációs tudás átadás Bodonyi Csabának egy alapvető fontosságú témája, ugyanis a folytonosságot, a hagyomány átadást látja ezáltal megvalósulni, tehát nem az újonnan kitalált technikai megoldások, hanem a tudatos és mondhatni alázatos vagy józan hagyományépítés is az ő fő koncepciói közé tartozik. A kötetben megtalálható Bodonyi Csaba egész életmű katalógusa. Információs kézikönyv funkciót is betölthet, a mai, de a későbbi generációk számára is elővehető és képes anyag kíséretében megszemlélhető. Nem formai építészeti formák továbbviteleinek a hagyományáról van szó, hanem annak a szemléletnek a megértéséről, hogy nem kell eltörölnünk a múltat ott, ahol új épületet tervezünk, nem kell eltörölni a múltat ott, ahol új lakótelepet tervezünk. Inkább a meglévőt kell továbbfejleszteni, mert ez biztosítja azt, hogy adott esetben az a közösség, az a város, vagy az a kerület, ahol új lakótelep, új utcák építésére kerül sor, nem veszíti el saját múltját, saját emlékezetét, hanem nyugodtan és értelmesen tud tovább élni.